Jó estét kívánok, köszöntöm a Szexárd egy televízió nézőit. Hát önök nem láthatták itt az adást megelőző perceket, de bizony itt már élénk beszélgetés folyt helytörténetről, ahogy ezt a műsor címe is igazolta, hiszen a Szexárd egy televízió tervezi, hogy a jövő héttől elindít egy olyan sorozatot, amelyben mindig valamiféle helytörténeti téma kap teret, természetesen itt városunkban, városunk környékén jeleskedő, tevékenykedő helytörténészekkel. Köszöntöm a stúdióban most Kacián Jánost és Töttös Gábort, akiket szerintem már nem kell bemutatni, pláne e terület ismerőinek, de azt hiszem, hogy a nézők többségének sem. Én ezt a mai beszélgetést talán egy kis felvezetőnek szánnám, tulajdonképpen magát a témát egy kicsit közelebb hozni a nézőkhöz. Hadd legyek szubjektív, nem olyan régen volt alkalmam egy helytörténeti munkába, úgymond bekapcsolódni. 37 településen jártam, és hát egy kicsit a településen kutakodtam egy munka keretében, és számomra rettenetesen megdöbbentő volt, és magam előtt is úgymond szégyeltem magam, hogy mi mennyire nem tudjuk azt, hogy milyen értékeket rejt az a hely, ahol mi élünk, és milyen történelmet. Hát hogy vagyunk a helytörténettel? Azt hiszem, hogy összenézhetünk, mert ez mindenkinek kulcskérdése és szívügye. És valóban úgy áll a helyzet, hogy én láttam ezt a sorozatot, legalábbis sokat láttam belőle, azt hiszem, és nagyon megható az a ragaszkodás, amivel az emberek őrzik az emlékeiket, amivel szeretnének otthon lenni, szeretnék, ha valami igazán az övék lehetne, és nem maradna idegen. És ez kisvárosban, nagyfaluban vagy egy pusztán ugyanolyan fontos, mert ezzel leszünk mások, mint akik csak oda tévednek. Valahogy, aki ott nő föl, vagy ott tölti ifjúkorát, vagy éppen érett férfikorát, a sajátos emlékeivel maga is hozzájárul ehhez a történethez, és azt hiszem, hogy így volt ez hosszú évszázadokkal előttünk is. Igazából az épületek megmaradnak, csak a történetek hullanak ki belőle, ha nem őrzi meg a jó emlékezet. Tehát azt hiszem, János ugyanígy hozzáteszi ehhez a maga gondolatait. Azt szoktam mondani magamról, hogy hivatásos kíváncsi vagyok, és most egy kicsit rekedt, amiért elnézést kérek. Jártomba, Keltemben a megyében, de itt Szexáron is azt tapasztalom, hogy vannak nagyon jó példák, és vannak, óvatosan fogalmazok, olyan tanulságok, amelyek arra intenek bennünket, hogy a helytörténet területén, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés területén, történetírás területén, a helytörténet tanítása területén nagyon sok tennivaló van. Tehát, amit Gábor mond, azt csak megerősíteni tudom, és a kérdésében is benne volt, hogy mennyi sok érték van, amit tényleg az ember észrevesz, vagy nem. Én azt hiszem, hogy a helytörténet is olyan dolog, és próbáltam magamnak néhány pontban összefoglalni, hogy itt majd miről is lesz szó, amit egyrészt feltétlenül valamilyen módon tanítani kell. A jelenlegi nemzeti alaptanterv egy külön fejezetben foglalkozik azzal, hogy honismeretet, helytörténetet lehet tanítani. Na most ennek még nincs nagy múltja, hagyománya, mert a dolog attól függően indult meg vagy nem, hogy egy-egy iskolában volt-e valaki, aki ezt a szerepet elvállalja, csinálja. Vannak-e olyan kapaszkodói, olyan olvasmányok, olyan tanulmányok, olyan korabeli anyagok, amelyekhez vissza tud nyúlni, mert számára forrás. Életkor szerint talán a dolognak a másik vége pedig az, hogy adósságaink vannak például visszaemlékezések gyűjtésében. Megint, mint mindig természetesen kilépőben van életünkből egy olyan korosztály, amely korosztálynak a tanúi, még itt lévői rengeteg dolgot tudnának mesélni. És erre lehet, hogy nem holnap lesz szükségünk, de a helytörténetírásnak 10-20-30 év múlva biztos, hogy nagyon nagy szüksége lesz. Ezt a munkát is el kellene végezni. Aztán a kettő között
ott vannak a kutatók, helytörténészek, tanárok, olyan emberek, akik hivatásszerűen levéltárosként, múzeumosként és a többi csinálják ezt a munkát, akik forrásokat kutatnak és kibányásznak olyan anyagokat, olyan adatokat, amelyekkel talán még a helytörténetírás nem állt elő. Ezek is nagyon fontosak, és még két mondatot szabadjon mondani. A negyedik az, hogy a honismeret, egy ilyen egyesületet is képviselek itt, a honismeret, a helytörténet, az megkíván egyfajta állandó népszerű ismeretterjesztést is. Tehát a kulturális közéletnek szereplői azok az emberek, és ha Gáborra gondolunk, akinek írásaival minden héten találkozhatunk, és több helyen is, tehát Szekszár lakói így módon is sok minden régi historikus adattal találkozhatnak. Szóval a kulturális közéletnek állandó szereplői lehetnek, és ebben nagyon jó példák vannak Szekszárdon, hogyha például a Várostörténeti Klubra, annak vezetőjére, Szilágyi Mihályra gondolok, vagy olyan múzeumosokra, levéltárosokra, könyvtárosokra, akik ezen a területen dolgoznak. És ötödikként jegyzek meg még valamit, hogy felelősségük van azoknak ebben a dologban, akik, hogy úgy mondjam, megrendelői lehetnek az ilyenfajta munkáknak. Mert akik ezekért dolgoznak, azok gyakran éveket vagy életet tesznek erre, és voltak éppen önkormányzatok, hivatalok, intézmények és a többi ilyen jó célok érdekében megrendelői lehetnek kiadványoknak, könyveknek, előadássorozatoknak és a többi, és ezzel számos módon adhatnak ösztönzést ennek a munkának. És most egy picit ezt az öt gondolatsort itt fejezném be. Egyet hadd tegyek hozzá, engem is ez a gondolat megérintett két oldalról is. Az egyik, hogy magam is igazolhatom János szavait, hogy mennyire fontos és mennyire érdeklődnek a helytörténet iránt a fiatalok. Nekem a főiskolán rendszeresen vannak szakdolgozóim, és a legnépszerűbb témák éppen azok, amelyek valamilyen módon a helytörténettel foglalkoznak. Részben olyan, hogy egy-egy település, vagy annak az iskolája, vagy más a történeti földolgozás tárgya. Részben pedig úgy, hogy az úgynevezett oral history, vagyis a szóbeli történelem, és ezt jegyzi le. Ezáltal közelebb kerül például két nemzedék. Megmentődnek olyan visszaemlékezések, amik, ha ez a néni vagy bácsi meghal, akkor már senki nem mondja el helyettük, mert ők élték át ezeket. És ez akkor is egy sajátos érv, hogyha a történelem mást jegyzett föl, vagy nem egészen úgy jegyezte föl. Nagyon sok ilyen visszaemlékezést jó lenne azoknak tanulmányozni, akik írják a nagy történelmet, mert azért alulnézetből másképpen látta azt az ember, aki benne élt. Ez az egyik. A másik pedig kenyéredő gazdám, szóval kenyéradó gazdám a Szekszárdi Főiskola, a Pécsi Tudomány Egyetem I. és Gyula Főiskolai Kara. Most ad ki egy olyan regionális tankönyvet, ami azt hiszem, hogy nagy meglepetés lesz majd hamarosan, nem akarok elébe menni. Minden esetre Szekszárd és Sárköz minden szempontból, a földrajztól elkezdve, befejezve a nyelvészetig vagy irodalomig, és közte természetesen mindaz, ami itt elmondható. Az Egyesült Államokban van ilyen divat például, hogy erdőiskola, nem erdei, hanem erdőiskola, hogy mindent úgy tanulnak, hogy az erdő szempontjából, mondjuk biológiát is, hogy mi van az erdőben, irodalom, az erdő az irodalomban, a fák, és így tovább. No, ugyanezt meg lehet csinálni egy tájegységgel is. És meglepően teljes, és meglepően izgalmas, hogy egy kicsit hazabeszéljek, többek között egy hevenyészet összeállításban kiderül, hogy mintegy 150 olyan ember van, aki irodalommal foglalkozott ezen a területen, illetve foglalkozik, döbbenetesen nagy szám. És ezek között aztán vannak hát olyanok is természetesen, akik országos hírűek lettek, és gondoljuk meg, hogy akik viszont nem lettek, az nem biztos, hogy azért nem lettek, mert nem jók, hanem például, mert mostoha volt az idő, mondjuk 1940-es évek elején, közepén jelent meg, hát akkor ugye az irodalomkritika nem olyan nagyon tudott ilyesmit követni, vagy nem jutott el az olvasóhoz, vagy nem jutott el egyáltalán oda, ahova szánta.
de azért ő ezt megírta, és megvan. És hány olyan van, akit el se olvastak. Már irodalomtörténészek se, ami meglepő, például Garai János nem olvasták. Komoly, nagyon, nagyon jeles irodalomtörténészekről tudom, hogy igen, ha ezt olvasta volna, akkor nem ezt a következtetést vonja le ebből, hanem akkor tudja, hogy ez egy Garai művön alapszik. Mit lehet mondani, hogy a helytörténeti munkában mi az ösztönző erő? Itt János megfogalmazott valamit, hogy hivatásos kíváncsiskodó, tehát mi ösztönzi az ember? Én azt látom, hogy azért itt szűke pátriánkban elégedettek lehetünk, itt hallottuk a különböző egyesületet, tehát azért én úgy érzem, hogy szép számmal vannak, hála jó Istennek azok, így önök is, akik felvállalják ezt a munkát, és igenis leteszik elénk azt, hogy ez így és így volt, utána jártam, megnéztem, de mégis mi motivál ezen a területen? Tehát erre születni kell, vagy tényleg az a honszeretet, vagy a történelem iránti szeretet, vagy mi indít el ezen az úton valakit? Hát erről nekem Zoltán jut eszembe, amikor valaki azt mondta, hogy ő nem tud énekelni, mert nincs hangja, és erre azt mondta, hogy hangja mindenkinek van. Én úgy gondolom, hogy a tudásnak, és ez mindenkinek van valamilyen tudása, elengedhetetlen és természetes része valamilyen nagyságrendű hely történet. És ez egyrészt egyfajta leírható tudásként megfogalmazott, másrészt pedig érzelmi kötődést is jelent. Most az, ami ösztönző, az, hogyha erre a tudásra valamilyen módon tényleg szükség is van. És én azt hiszem, hogy erre nagy szükség van, mert ahhoz, hogy valaki saját lakóhelyéhez, tágabb lakóhelyéhez, hazájához, és most már hazánk a nagyvilág is, mert hiszen azért tudjuk, hogy milyen kicsi és törékeny ez az egész föld. Szóval ez a tudás, ez nélkülözhetetlen. Idősebb korában, hogyha az ember végigmegy egy olyan utcán, amikor hajdanába, danába, kis iskolás korába bandukolt, számos emlék jut eszébe. És ez már valahol egy krónikája a saját életének, egy esemény története, csak érzelmileg köszön vissza. De lehet, hogy visszaköszön egy idős bácsi arcában, aki akkor is ott nézett ki a kerítés mögül, vagy egy érdekes ház szöglete, vagy egy nagyon szépen megformázott kapua, és a többi. És ezekből a részletekből összeadódik egy történet, egy kép, ami mi vagyunk, valahol az életünk szerves részévé válik. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ha nem vagyok Magyarországon, akkor magyarországinak vallom magam, akkor az ugye, amihez közvetlenül kötődöm, és keresem a magyar emlékeket, bármilyen magyar emléket, például külföldön, az ami érdekel. Ha Magyarországon vagyok, akkor Tolna megyei emléket keresek, ha Tolna megyében, akkor főleg inkább Szekszárdit, ha Szekszárdon, akkor pedig főleg Felsővárosit, Felső utcait. Én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik közé beleszülettem, akik között fölnőhettem, akik figyeltek arra, hogy köszön-e az a gyerek, hogyan jár sétbe, hogy ha fölmászik, akkor ne essen nagyot a fáról. Szóval ilyesmikre, és valahogy valamit meg lehetett tőlük tanulni. Mindenkitől lehetett nagyon-nagyon sokat tanulni. Leginkább azt, hogy megvan egy normális társadalomnak, és ez független attól, hogy egyébként a fölött, a mikrotársadalom fölött ki van. Mert mondjuk a Felsőváros az különálló társadalom volt, hát mondjuk még ma is a többsége református, tessék azt elképzelni, hogy ennyi minden betelepítés után is, vagy betelepülés után is. Szóval, hogy megvan az erkölcsi norma, amit be kell tartani egy közösségben. Például ebben kezdődik azzal, hogy a múlt az idősek tisztelete. Meg kell őket hallgatni, hogy el tudják mondani azt a tapasztalatot, amit fölhalmoztak. Az egész emberiség története, ugye így haladunk előre, ezáltal gyarapszik, hogy ezt a tapasztalatot megosztjuk. Nem biztos, hogy ez a tapasztalat mindig korszerű és mindig jó, de ezt ismernünk kell. És például tapasztalat az, hogy akinek nem szívügye, mondjuk egy város fejlesztése, tervezése, ápolása, az lehet, hogy egyébként gazdag ember, meg lehet, hogy jó vállalkozó, de az otthon nem fogja magát érezni, és boldognak soha nem fogja magát érezni.
Mondjuk például, hogy a borászokat említsem, a borászok nagy része igen csekély, igen minimális haszonnal dolgozik. És nem azért dolgozik, hogy ő majd akkor milyen gazdag lesz, hogyha most, ha most neki az a bora a legkiválóbb lesz az országban mondjuk. Ó, hát dehogy is. Hanem azért, hogy annak a szülőhelyének vagy lakóhelyének olyan hírnevet szerezzen és magának olyan becsületet, amit ő semmi mással nem tud megszerezni. Ez egyébként így van a történelemben és a történettudományban is, és annak a leglebecsültebb ágában a helytörténetben, mert azért ezt mondjuk meg, hogy a helytörténészek azok a történészeken belül olyan párják, olyan cselédek. Miért? Nem igazán tartják ezt fontosnak, elfelejtik Mark Bloch mondását, az egyik legnagyobb történész volt ő, nagyon sokan szokták idézni, ő mondta azt is, hogy a történelemnek, ha semmi más haszna nincsen, akkor legalább érdekes. És ez bár önmagában valóban nagy haszon, ha valami érdekes. Ő mondta azt, hogy nem nagy világtörténeti vagy országos összefoglaló munkákkal kellene törekedni, hanem mindenki a saját lakóhelyének történetét írja meg tisztességgel, illetve azt a területet, amit ő elvállal. És ebből összeadódhat egy nemzeti, illetve egy egyetemes történelem is. És ez nagyon izgalmas ez a gondolat. Szakály Ferenc iskola példája annak, milyen jól lehet az ilyesmit hasznosítani. Éppen az a Szakály Ferenc, ugye, akit Szekszárdinak vallotta magát, noha Zalaegerszegen született kényszerből. Ugye? Ez is helytörténet már, hogy miért kellett neki ott születnie, de itt járt gimnáziumban, és előtte persze az egyes iskolában itt járt. Nos, tehát ő az, aki ezt nagyon jól tudta hasznosítani, és nemzetközi hírű tudóssá ebből is lett, meg hát nyilván a szorgalmából is. És mást kérdezne. Tulajdonképpen én irigykedem a Gáborra két okból. Az egyik az, hogy ő tőzsgyökeres szekszárdi. Én nem itt születtem, én általános iskolás koromban kerültem Szekszárdra, tehát nekem valahogy utólag kell megnyerni a várost magamnak, és gyerekkori emlékeket, amit életkorom egy részét máshol töltöttem, az már nem itt köszön vissza. Másik, hogy mennyivel fiatalabb, tehát még rengeteg lehetősége van hozzám képest, tehát az irigységem talán teljesen érthető. Azonban hadd tegyek még hozzá, amit az ember nem általában 61-néhány éves, nem általában tanár vagy levéltár, és nem általában lakik Szekszárdon, hanem nagyon az élet mindennapjaiban, pontosan, konkrétan. Ebből adódóan például nem általában, hanem nagyon pontosan kellene tudni azt. Én néhány példát csak mondom gyerekeknek, hogy csukja be a szemét és képzelje el egy picit a város címerét, és rajzolja le nekem oda arra az iskolatámlára. De tegye ezt meg mondjuk az ország címerével, a megye címerével, a városéval. Mondja meg, hogy az az utca, ahol ül, aki kiről van elnevezve, ha nem tudja, kérdezze meg otthon, ha nem tudnak neki segíteni, nézzen utána, tanulja meg. És számos ilyen dolog. Nagyon is konkrétan köszön vissza ránk, mindennapjainkat itt élő szekszárdiakra. Ez mind ösztönző lehet. Ezek nagyon fontos gondolatok voltak, és akkor talán így tovább lépve lehet a jövő az, amit már tulajdonképpen János említett, hogy, és hát Gábor tulajdonképpen ebben dolgozik, hogy talán tényleg az oktatás része legyen a helytörténet? Egyébként az oktatásnak ma is része ez, na most nagyon szerény kis része. Akkor minden nagyobb része. Igen, tehát én azt remélem, hogy az oktatásban ez szerves egészként illeszkedik be majd, oktatásban szerves egészként illeszkedik be. Ennek azért lenne fontos így történnie, és így megvalósulnia, mert egy gyerek számára sokkal kézzelfoghatóbb az, hogyha mondjuk a saját helységéből, de legalább a saját megyéjéből való jobbágy példát, vagy jobbágyi esetet említenek. Nagyon fontos, hogy általában tudja, mi a jobbágyság, de az, hogyha ő egy konkrét esetet tudott elemezni, ami a megyéjével kapcsolatos, az többet ér, mint egy beregi jobbágynak a szekszárdi elemzése. Nagyon örülünk neki, hogy az jól föl van dolgozva, de van ilyen Tolna megyéből és Szekszárdból is nagyon sok, és nagyon jó van. Még azt sem mondhatjuk, hogy nagyon minden korszakból egyre több ilyen áll rendelkezésünkre, és nyilvánvaló, hogy
különböző mélységben vagy érdekességben ezt meg lehet közelítetni azokkal a gyerekekkel és felnőttekkel természetesen, akik erre nem csak hogy fogékonyak, hanem nagyon hajlamosak. Ez azért különbség, mert a hajlamosság az már szinte betegség. Tényleg úgy vannak ezek az emberek, hogyha egyszer ezt megízlelték, akkor mint a mákonyra állandóan rájárnak, és állandóan azt keresik, és aki egyszer élvezetét lelte a helytörténetben, mondjuk úgy, hogy aki egyszer otthon érezte magát egy szekszárdi utcán, amikor végigment, az már ettől a gondolattól nem is óhajt megszabadulni. Tehát annak az már soha nem lesz idegen. Az már odafigyel arra, hogy na, hogy mit csinálnak ezzel a házzal itt? Ezt a fát, ezt miért bántják itt? És így tovább. Tehát tulajdonképpen az, amit mi nemesebb értelemben eredeti reformkori polgári gondolatnak nevezünk, az, hogy ugye ne alattvaló legyen, hanem saját magáról gondoskodjék, és saját magát úgy tekintse polgárnak, hogy felelősséget érez. Ebben benne van a történeti felelősség, benne van a jövő iránti felelősség. Ugye a nagy egyesületek és a nagy elképzelések is azt hirdetik, hogy mi csak kölcsön kaptuk például a földet. Hát ez kérem szépen így van a történelemmel, így van a város épített emlékeivel, növényi emlékeivel, mindennel így van. De hozzáteszem, a mi lelkünkkel és a mi gondolatainkkal is így van. Igen. Két nappal ezelőtt voltunk itt a nagy teremben egy konferencián, a köztársasági elnök úr is egy bevezető előadást tartott, és az jutott eszembe, hogy ugyanabban a teremben 160 évvel ezelőtt alakult meg a szekszárdi kaszinó. Tehát maga a hely is, az a terem is valahol egyfajta történelemmel köszön vissza, és még számos hány olyan eseménnyel, aminek az a terem tanúja volt. Másfél évszázadot lehetne mesélni, másfél évszázad hazai és helytörténetét lehet elmesélni, csak abban a teremben, arról, ami ott történt. Hát talán ez a mesélés lesz majd a tere a sorozatunknak, tehát amikor nem így együtt, hanem, vagy lehet, hogy éppen valamilyen témában együtt, de külön-külön is eljönnek majd, és érdekesebbnél érdekes történeteket mesélnek. Én most így a beszélgetés vége fele arra kérném önöket, hogy talán egy kicsit, mint egy reklámot, felhívást intézzenek a nézőkhöz, mit mondanának, miért kell majd ezt a sorozatot végigkísérni, miért kell majd ezeket a... Hallottuk persze, hogy miért, és talán mondhatom azt is, hogy nagyon sok mindent pótolhatnak azok, akik eddig mulasztottak, de mégis önök mit gondolnak, hogy mi lehet ennek az üzenete, az értéke? János mondott egy egyesület nevet, Szekszárdi Kaszinó. Szekszárdnak ez olyan egyesülete, vagy csak egy példát, hogy mi van egy szó mögött, egy gondolat mögött. Ez volt az az egyesülete, amelyik legtovább állt fönn, több mint 100 évig állt fönn, pontosan 104 esztendeig. Ez alatt a 104 esztendő alatt sok helyen, sok házban, különböző helyeken volt, majd 1894-95-ben megvett, pontosabban még csak bérelte az August házat, majd 10 év múlva megvette. Megvette ugyanakkor azt a milleniumi kiállítási pavilont, Frigyes főherceg pavilonját, ami most kint van a Gemencbe, Tesemben készült vörös fenyőből, és kérem szépen 110 éve, 105 éve romlatlanul állja az idők próbáját, és már hányszor, már a negyedik helye csak itt, amit mi itt tudunk, és még sorolhatnám, hogy a Garai szobor, a Bezerédi szobor, a Liszt emlékmű, a Simoncsics emlékmű, és még számos olyan, amit a kaszinó létesített. Na most ezeknek a körülményei, az érdekességei, a mögötte levő emberek, a szándékok, mind külön történet, és mind nagyon emberi történet, azért érdemes megismernünk ezt, mert tulajdonképpen ebből bomlik ki az a múlt, aminek egy nagyon jobbított változatát érdemes lenne a fejünkben elgondolni. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a hideg téli estéken talán egy kicsit szekszárdi meséket hallhatunk majd? Igen, végül is mindenki egy kicsit visszatekinthet saját elejének történetére. És arra mindenki kíváncsi, én azt hiszem, hogyha ezt egy ilyen meleg tűz körül, mint egy televízió, mi el tudjuk valamilyen módon mesélni, akkor érdemes volt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és a nézőkkel pedig jövő héten találkozunk újra, és természetesen akkor már valami igazán
izgalmas, konkrét helytörténettel. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, további minden jót mindenkinek!